A Tisza szabályozásában is részt vett, nevét a Lónyai főcsatorna is őrzi, de a Nyíregyháza-Ungvár vasútvonal építtetésében is fontos szerepe volt a Magyar Királyság megyénkből elszármazott miniszterének, gróf Lónyai Menyhértnek. December elején az arisztokrata politikus örökségével bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár kulturális hagyatékának listája. Erről a megyeházán tartottak tájékoztatót. A reformkori nemzedékhez tartozott, egy kicsit később született, mint Kossuth vagy Deák, de csatlakozott hozzájuk, és átvette ezt a szellemiséget. Majd az 1848-49-es forradalom után a Bakkorszakban visszavonult, éppen itt megyén Tuzséri birtokára, hiszen előre építették a Tuzséri kastélyt, és amikor Magyarországon gazdasági fellendülés következett be az 1867-es kiegyezés után, akkor ebbe Lónyai Menyhért aktívan bekapcsolódott. Ezek pedig a beregi keresztszemes nagykövetének tartott Sukta Bertalanné alkotásai. A népi iparművész Jándon született, de férjhez Beregdarócra ment. A községben kiállítás is őrzi munkásságát, ami mostantól a megyei értéktárhoz tartozó kulturális örökségek listáját gyarapítja. Amellett, hogy ő a beregi keresztszemesnek a nagykövete volt, rengeteg tisztsége volt, rengeteg elismerése, de amellett egy nagyon jó ember, és egy nagyon jó beregdaróci ember volt, aki végig kísérte az én életemet is, és azt hiszem, hogy ez mind kell ahhoz, hogy valaki a beregi és felső tiszavidéki keresztszemes hímzésbe, ebbe a küldetésbe bele tudja rakni az életét, nem elég jó végezni ezt a munkát, valóban jó embernek is kell lenni, és Sukta Bertalannéről, Erzsike néniről, ez azt hiszem, hogy nyugodtan elmondható. A tájékoztatón az is elhangzott, Sukta Bertalannénak az Aranykapu Népművészeti Egyesület posztumusz örökös tiszteletbeli tagcímet adományozott. Ezzel a két decemberben felvett kulturális hagyatékkal 146-ra bővült a megyei értéktár értékeinek listája.